Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. 1975-öt írtunk, amikor Yehudi Menuhin, a világhírű hegedűművész javaslatára, az UNESCO zenei tanácsa megtárgyalta az ő javaslatát, és ettől a pillanattól kezdve október 1-e a zene világnapja. Hazánk is idejében csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, és így tett Székesfehérvár is, immáron több mint egy évtizede, pontosan 11 éve. Azóta mi is október 1-én megünnepeljük a zene világnapját. Az állandó helyszíne az Alba Régia sportcsarnok, vagy és természetesen egy nagyon színvonalas gálaműsort láthatunk esztendőről esztendőre. Erről a Paletta Kulturális Magazinban már beszámoltunk, illetve az Esti Mérlegben. Ugye ezen az estén bemutatkozik a klasszikus zene, bemutatkoznak a néptáncosaink, bemutatkozik a kórusmuzsika, és ezen az estén adják át Székesfehérvár rangos zenei elismerését a Székesfehérvári Megyejogú Város Önkormányzat által alapított Fricsai Richárd zenei díjat. Ebben az esztendőben pedig Hartyáné Mária vehette ezt át. Nagy szeretettel köszöntöm, és gratulálok mindannyiunk nevében. Köszönöm szépen. Nagyon-nagyon fontos, hiszen egy székesfehérvárinak, Székesfehérvár szülöttének a szeretett városától az Alma Máteren át, amiért nagyon-nagyon sok mindent tett egy emberöltőnyi távolságból, és arra emlékeznek és elismerik. Fordítsuk meg a kérdést, utána jöhet az életút. Milyen gondolatok járnak ilyenkor egy ilyen jeles elismerés átvételekor, illetve az értesítéskor önmagában az ember fia fejében? Ha nagyon őszinte vagyok, akkor a meglepetésen túl azon gondolkodtam, hogy mivel érdemeltem én ezt ki, hogy én ezt a díjat megkapjam. Mert én úgy éreztem, hogy mindig azt csinálom, ami a gyerekeknek jó, amit szeretnek, és én magam állandóan egy hangversenyteremben éltem, hiszen zenei tagozatos gyerekeket tanítottam legtöbbet a Május I. általános iskolába, és ott, ha a gyerekek nem úgy énekeltek és nem úgy dolgoztak, mint ahogy kellett, akkor magamba kellett a hibát keresni. No, hát akkor kezdjük talán azzal, hogy ugye Székesfehérváron született. Igen. Egy töpörtyű kicsi lány miként választ magának hivatást? Én nagyon is jól tudom, hogy a kislányok zöme énekel, és ideje korán megtanulja, hogy milyen jó is dalolni. Na most az az igazság, hogy arra nem emlékszem, hogy nagyon sokat énekeltem volna kicsinek, de arra igen, hogy negyedik elemista voltam, amikor az édesanyámnak azt mondtam, hogy én pedig tanítónéni leszek. És az édesanyámnak voltak álombeli foglalkozásai, tehát ilyen például banktisztviselő akkoriban, és volt még más is, önnek a nagyon szép vasatbúzosan kiöltözött hölgyek nagyon tetszettek, és minden azt mondta, hogy mit akarsz te tanítani, mennyivel jobb helyed lenne itt egy íróasztalnál üldögélni. De hát aztán sors úgy hozta, hogy nekem azután egyenesen egy tanítóképzőbe vezetett Fehérváron. Igen, hát az álomból és valóság akkor, lett. Igen. Hogy választott szakirányt magának? Hiszen egy fiatalnak, egy ifjú hölgynek immáron, egy fiatal felnőttnek mindig vannak gondolatai és álmai. Na, az az igazság, hogy nagyon szerettem a tangyakorlatokon részt venni, a tanítási gyakorlatokon részt venni, és akkor, amikor valamelyik gyakorlatvezető tanítónéni megbetegedett, vagy egy óra elment, nem volt itt, hogy megkértek, hogy menjek rá az osztályba helyettesíteni. És akkor én már nagyon biztos voltam abban, hogy én itt maradok ezen az ágon, és mikor az édesapámnak azt mondtam, hogy én tovább szeretnék tanulni, akkor azt mondta, hogy kislányom, minden lehet, de amit elkezdtünk, előbb be kell fejezni. Na most a tanítóképző az úgy volt, hogy először gimnáziumi szintű érettségi, utána egy évre el kellett menni egy vidéki iskolába tanítási gyakorlatra, ekkor már rendesen fizetést kaptunk, oda helyeztek. És ez volt a képesítő éve, és akkor azt meg kell tenni, tehát le kellett érettségizni a pedagógia tárgyakból. És utána mentem a főiskolára, Eszti nénének, Mihály Gyuláninak a nagy-nagy csúborlatára, ő volt az énektanárunk, akit imádtunk. Szóval mindig együtt jártunk, együtt mentünk, énekeltünk, jártunk a felnőtt kórusába, tehát gyakorlatilag elég sok időt töltöttünk az iskolába, ezért, mert énekeltünk, volt kamarakórusunk. Hova vetette a sorsa abban az egy esztendőben? Zicsiújfalura. Zicsiújfalu? Igen, én azt az iskolát, hogy mondjam, Huber Marcival, tehát Huber Mária kollégánőmmel kerültünk oda,
És azt se tudtuk, hogy hol van ez az Ecsői falu, meg kell, hogy mondjam őszintén. És a szüleim éppen nem voltak itthon, és akkor hát mi kikutattuk azért, hogy seregési vonalon kell elutaznunk az Ecsői faluig, és ott már a Kalóz bácsi azt mondta, hogy majd megmutatja nekünk az igazgatórat, mert ő ezzel a vonattal érkezik szintén az Ecsői faluba. Na, én azt hiszem, hogy az első jó iskolát az Ecsői faluba kaptuk. Akkoriban még az volt a módi, a divat, meg az hivatalos eljárás is, meg az igény is, hogy ha a falut elhagyjuk, azt be kell jelenteni az igazgatórnak. És az igazgatór az első nap rögtön azt mondta, hogy lányok, mindenki akkor megy mindenhova, amikor akar, természetesen tudni akarok róla, de csak akkor, ha megvannak az óravázlatok, kiavítva ott vannak a füzetek az asztalon, hogy akármilyen későn is érkezünk meg, reggel nyugodtan tudjuk kezdeni a munkát. Ez nagyon furcsa volt nekünk először. Az Ecsői falu is furcsa lehet, hiszen egy zsákfaluról beszélünk, ahol vonatközlekedés tartja össze, illetve hát agárt felé. Hát most már van út is. Most már van, de akkoriban akkor nem nagyon volt. Milyen egy ilyen kicsi településen oktatni? Hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy rengeteget változott a világ. Nem biztos, hogy a javára, de egy kicsi faluban a pedagógusokat nagy tisztelet övezi, abban megegyezhetünk, a másik oldalról pedig az énektanárokat mindig szerették, hiszen énekelni szeret a nagyszülő, a szülő, a gyermek egyaránt. Igen, már ott nekem volt asszonykórusom, mert volt asszonykórusom, volt gyerekkórusom, és első osztályt kezdtem tanítani. Az egy nagy kihívás volt számomra, mert hát azért első osztályban gyerekeket írni-olvasni, megtanítani, az nagyon nagy dolog volt. Megmondom őszintén, meg is dolgoztam vele tisztességesen. De azt kell, hogy mondjam, hogy a mai napig vannak olyan gyerekek, akivel rendszeresen levelezek az interneten keresztül. Mai napig van olyan, hogy valamilyen alkalomra mondjuk kitalálják, hogy menjek el Ecsői falura, és akkor elmegyek. Ilyen volt például 2 évvel ezelőtt az egyik kislány, azt mondta, hogy olyan gyönyörű cseresznyék van a cseresznyefán, nem tetszene eljönni egy kis cseresznyéért? És akkor elmentem egy kis cseresznyéért, szóval, hogy mondjam, tehát a mai napig kapcsolatom van ezekkel a gyerekekkel. Igen, hát én azt gondolom, hogy ez pozitív megerősítést jelent, hogy valaki még életében legenda lesz egy olyan településen, amit más adott esetben már régen elfelejtene. Tehát ehhez kell az elhivatottság. Eltelt az egy esztendő. Ott maradtam tovább. Tehát ott maradtam tovább, mert nagyon szerettem, és azon kívül éppen voltak, még, nekem 3 fiú testvérem van, illetve már csak volt sajnos, és ők is iskolába jártak, és akkor az apukám azt mondta, hogy várj még azzal a kis tanulással egy kicsit. Na, hát azért meg volt egy ilyen rendelet, akkor kormányrendelet, hogy aki 18 éves korában nem iratkozik be valamelyik felsőfokú intézetbe, az 20 éves kora után előtt ezt nem teheti meg újra. Tehát volt egy korhatár, hogy 20 éves korodban jelentkezhetsz újra. Most ezt a 20 évet ki kellett volna tölteni, de én nem töltöttem, illetve kitöltöttem, és akkor rögtön jelentkeztem a főiskolára magyar énekszakra, mert az éneket csak magyarral társították. Megmondom nagyon őszintén, hogy nagyon rossz bölcsész lettem volna, szóval én nem... Viszont remek énektanár lett. Visszatérve a kezdeti időszakhoz, ugye Mihály Gyuláné Esztinéni nevét említette, ugye nagyon is jól tudjuk, hogy voltak éppen a Kodály iskola bölcsőjének, ő volt az első székesfehérvári képviselője, aki olyan szinten vitte, hogy én azt gondolom, hogy még mindig, amikor látom, hogy Kodály Zoltánnal a fényképet sétálnak a belvárosban, azt hiszem, hogy ez egy csoda pillanat, és abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én még Esztinénivel beszélgethettem. Mi mindent lehetett tőle megtanulni? Mi az, ami elkísérte a pedagógusi pályáján? Hát nekem olyan szerencsém volt, hogy mi egy utcában laktunk, mondjuk. Ők a Gáz utca sarkán és a Csonka utca sarkán laktak egy emeletes házban, én pedig a Csonka utca egy szám alatt laktam. Tehát ha az iskolába mentek a gyerekekkel együtt, az anyuka meg a 3 gyermeke volt az eszély, akkor én már lestem az ablakból, és úgy időzítettem, hogy éppen kilépek a kapun, hogy odafelé is együtt mehessünk, tehát iskolába is együtt mehessünk.
Én nyugodtan elmondhatom, hogy az énekzene tanulásán kívül emberi dolgokat is az Esztinéjén volt az, aki először elmondott nekem. És nagyon sokat beszélgettünk egymással, és nagyon sok, nem tudok most én ilyen hirtelen olyan dolgot felsorolni, ami mondjuk bárkinek is fontos, de ha azt mondom, hogy tulajdonképpen még azt is megbeszélhettük, hogy az anyukámnak születésnapja lesz, és akkor milyen pulóvert vegyek neki ajándékba, és akkor nekem színeket ajánlott meg bármi egyebet. Ugyanakkor viszont rendszeresen jártunk vele hangversenyre, jártunk az énekkarába, a felnőtt kórusába, az a pedagógus kórusot, a Szemre Gyuszi bácsival vezettek együtt, ő a bölcsés Szemre Gyula, tudja, aki az egyetemen tanított, és tényleg úgy volt, hogy ez egy család volt. A napokban meséltem otthon el a gyerekeknek, hogy a telet azért szerettük, mert a Fehérvár utcáin letaposott hó volt az úttesttel, és az István terembe próbáltunk, vagy az Adi terembe próbált a kórus, és onnan, amikor hazafelé mentünk, énekszóval mentünk hazafelé, és közben csúszkáltunk az úttest közepén, mert egyetlen gyármű nem jött, és annál boldogabbak nem voltunk. Hazaértünk, mindenki elköszönt, mert három felé mentünk a baráti kör, a József utcába, a Salita utcába, és én a Csonka utcába. És akkor az Esztinén a Gáz utcába persze természetesen. És akkor elköszöntünk is, egy nagyon jó estét fejeztünk be akkor, de hazái élek. Csoda pillanatok voltak. Otthonra lehet Zichy-Újfaluban. Mi hozta haza mégis Székesfehérvárra? Hát ez nagyon érdekes dolog volt. Fehérvárra akkoriban bekerülni, mint pedagógusnak, az egyszerűen lehetetlen volt. Telítettek voltak az iskolák, nagyon sok jó pedagógus volt Fehérváron, és az volt a kritérium, hogy férjnek kell lenni, és gyereknek kell lenni az, hogy valaki Fehérvárra bekerüljön. Egyszer csak 62-ben, azt hiszem, 4,5 évig voltam Zichy-Újfaluban, január 15-én bejön az igazgató úr a tanári szobába, és azt mondja nekem, hogy, na, ezt elfelejtettem mondani, hogy 3-4 Mária volt a tantestületben, és mindenket másképp szólítottak, akkor engem mindenki Maresznak szólított. És azt mondja nekem, hogy hát akkor, kedves kollégina, holnaptól kezdve nincs helye az iskolánkba. Ma szépen hazamegy, és reggelben megy a városi művelődési osztályra, és jelentkezik azért, hogy ott kell, hogy tanítson. Hát, meg kell mondjam, hogy sűrű könnyek hullatása közben mentem aznap haza Fehérvárra, és el nem tudtam képzelni, mi fog velem történni. És akkor bementem reggel a művelődős osztályra, ott Benkőné volt az osztályvezető, aki elmondta nekem, hogy tudja, hogy én matematikai énekszakos tanár leszek, neki kell a városba egy matematikus, éppen ezért úgy gondolta, hogy ő három iskolából ajánl nekem helyet Székesfehérvár területén. Ez az egyik volt a Május tér, a másik a Petőfi, és a harmadik az ezredéves. Én az ezredéves iskolát választottam. Volt rá okom, tehát bizonyos okai voltak, de ez ilyen kis gyerekes okfejtés volt. Hát a többek között a 8. osztályt a Május téren végeztem, és nem akartam visszajutni. Nem akartam visszamenni. És elég az hozzá, hogy elmentem az ezredéves iskolába, ott váltott műszakba tanítottak, aznap pont délután volt a felső tagozat. Nagy szeretettel fogadott az igazgatóhelyettes kolléganő, és mondta, hogy majd mindjárt jönnek a vezetők, és akkor megbeszéljük, hogy én milyen feladatokat kapok. Ugye ez egy fél év volt akkor. És aztán egy hét múlva kiderült, hogy Enge János bácsinak van egy úttörő fúvós zenekara, és mivel a János bácsi magas korú volt már akkor, kellett mellé egy fiatal úttörő vezető, aki a gyerekekre vigyel, hogy úttörő egyenruhába jöjjenek, ha szerepelni megyünk, fölállítja őket sorba, aztán elmosíroz velük a zeneiskolától a tett helyszínére, mert a János bácsit már általában akkor kocsival vagy valamivel elvitték. Tehát tulajdonképpen kellett a János bácsi mellé egy olyan ember, aki muzsikus lesz majd, vagy éppen az az érdeklődési köre, és az úttörő gyerekeket irányítja, masírozunk itt a város utcáin. Ez nagyon meglepő volt, mert világéletemben párton kívül voltam, és a gondjaimra bízták az úttörő gyerekeket. Ezredévesből az iskolából kevés gyerek volt, tehát a város összes iskolából voltak ebbe a fúvószenekarban, fiúk, lányok, vegyesen. Hogy boldogult velük? Hát ez nagyon érdekes volt, mert
a gyerekek, szóval a fiatal nagyon könnyen elfogadták, és akkoriban a gyerekekben a fiatal pedagógus iránt nagyon nagy volt a tisztelet. Szóval soha nem mondtak egy rossz szót, nem kellett különösebben rájuk szólni. Ha azt mondtam, hogy gyerekek, most mindenki szépen sorba áll, miért volt mindenkinek sorba a felállási helye, oda beáll a helyére, megtanultuk azt, hogy mondtuk a névsort, ahogy a sorba kell nekik állniuk, és akkor egy gyerek mondta, hogy én vagyok az első, mondta a nevét, és akkor mentünk sorba, és mire a névsoron végigértünk, a zenekar felállt. No, nekem mind a három, amit említett, hogy hova szándékozták, hogy mit ajánlottak fel, kedves számomra, hiszen tradícióik vannak mindhárom iskolának, de a Május egy tér mégis különösen az. Elmondom azt is, hogy miért, ugyanis ugye 1938-ban avatták fel az iskolát, és nekem, nekünk megvannak a felvételek. Az 1938-as iskola avató van, ugye a Szent István emlékév kapcsán történt meg az avatás. Tehát mindig különösen néztem rá, és ráadásul ugye az egy modern iskolának tűnt, hiszen akkoriban hatalmas nagy tér volt körülötte, belül, teljesen másmilyen volt, mint az ezredéves, vagy akár a Petőfi. Tehát akkor végül is mégiscsak a Május egy téren talált otthonra. Ez úgy volt, hogy akkoriban az iskolaigazgatóját Vissza Zoltánnak hívták, és egyszer bejárt a művelődési osztályon, és a Benkőné osztályvezető asszony elmondta neki, hogy most volt nálam itt egy fiatal pedagógus, aki azt mondta, hogy nem akarok a Május egy térre menni. Fölajánlott, és azt mondta, hogy nem akarok a Május egy térre menni. És ez az igazgatórat nagyon bántotta, talán mondjuk, és eljött hozzám az ezredéves iskolába, és elmondta, hogy az iskola énektanárnője, aki egy nagyon kiváló ember volt, Pordá Horváth Ferencnek hívták, sok problémája van a szívével, gyakran beteg, és elindult a zenei tagozat, már akkor negyedik osztály volt a legmagasabb osztály, és kellene neki egy olyan ember, aki helyettesít, és mivel ott is váltott műszak volt az alsó-alsó között, és nálunk meg az alsó-felső váltás volt a mi iskolánkban, ezért ő látta azt a szemével, mert rögtön tudta, hogy én pont akkor tanítok az ezredélyesbe, amikor náluk az alsó tagozat délutános. És akkor, amikor én délutános vagyok az ezredélyesbe, akkor éppen reggel mehetek a Május egy térre. És így körülbelül 2 hónapot vagy 3 hónapot helyettesítettem ebbe az iskolába. Én ugye megegyeztem az igazgatóval, itt fiatal kis pedagógus, hogy én elmegyek szívesen tanítani az énekzene tagozatra, de nem vagyok hajlandó a tanári szobába belépni. És akkor azt mondta, hogy ezt mindent át fogunk hágni, minden nap föl tetszik írni egy cédulára, hogy a következő napra milyen eszköz kell az énekzene órára, és majd mi a Mihály bácsival ketten oda készítjük. Így is történt. Így is történt, úgyhogy mindig el szoktam mondani, hogy azok közé, a pedagógusok közé tartozom, idézőjelbe, akinek az igazgató és a pedagógusa volt a szertárosa. Hát érdekes, úgyhogy lehetett ez a szituáció, mert utána jött 3 évtized. Engedje meg, hogy önt idézzem. Éneklő és zenélő gyermekek nélkül nem lehetne egyetlen ünnepséget sem megtartani. Egy-egy ünnepi esemény színvonala, magasztossága azon is múlik, hogy milyen énekes vagy hangszeres produkció hangzik el benne. Ez egy gyönyörűséges mondat, és ráadásul nagyon is igaz. Ezt kérdezem annak kapcsán, hogy ugye ez a megfogalmazás azért meghatározza azt is, hogy meg annyi csodálatos kórust alakított, és kórus csak úgy működhet, mert az egyén nem számít, csak a csapat, a közösség, ha külön-külön mindenki megtanulja és tudja a dolgát, és tiszteli a kórusvezetőt, tiszteli a saját hangját, és tiszteli a zeneszerzőt. Hogy lehetett ezt 30 esztendőn át ugyanolyan magas színvonalon végezni? Hát azért voltak kezdeti időszakok, mert azért kezdetben a Pordány kolléganő vezette a kórust, csak a betegségei miatt egyszer aztán megkérdezte, hogy nem tenném-e, hogy átvállalom tőle. Én ezt örömest tettem, mert nagyon-nagyon szerettem volna. És az osztályainkban már voltak osztálykórusok, tehát minden osztálynak volt osztálykamara kórusa is. És ezeket az osztály énekkaroknak a próbái, azok énekkorán zajlottak. Tehát ezért mondtam azt, hogy ha a gyerekek nem érezték jól magukat az órán, az én hibám is lehetett.
lehetett, és ezért mindig arra ügyeltem, hogy jókedvűek legyünk, aztán folyosón is mindig úgy piszkálódtam a gyerekek között ön kis vicces megjegyzésekkel, hogy láttam, hogy ma nem nyitottad elég nagyra a szádat, ma fáradt vagy, nem szeretném ma énekelni, akkor tudod, mit csak hallgass. Tehát voltak ilyen odafigyelések a gyerekekre, és látták azt, hogy én komolyan veszem azt, amit csinálok, és én nekem fontos az, hogy ez jól szóljon, hogy szép legyen, hogy minden meglegyen, és akkor aztán lassan úgy történt a dolog, hogy ugyan megegyeztünk, hogy egyik évben a más, páros, másikben páratlan osztályok az enyémek, és a másik a polgár kolléganői, de igen sokat kellett aztán helyettesíteni, ugyan Kreifer Feri bácsi az én elődöm, tehát azért mondom, hogy elődöm, mert a szakfelügyelői pálcát tőle vettem át, és ő úgy gondolta, hogy ő nekem adná legszívesebben ezt a feladatot, hogy szakfelügyelő legyek, és akkor ezt ő meg is beszélte a megyén mindenkivel, úgyhogy voltak ebből aztán lelkiismereti problémáim nekem speciál, és elég az hozzá, hogy akkor aztán hozzám került a kórus, de addigra már nagyon jól ismertem azt, hogy melyik az a gyerek, aki nekem zongora kíséretbe tud segíteni, aztán aki jó zongorázik, azokkal külön megbeszéltem, hogy tudod, ha van zongora, akkor ezt el kéne játszani. Vagy például az egyik fiam az úgy tudott transzponálni, hogy nekem elég volt odaadni neki a kottát, és azt mondtam, hogy tudod, mi ezt a művet, mert nagyon magas nekünk, mondjuk D-durba szeretnénk énekelni, akkor megtanult a D-durba a kíséretet, most mondtam egy teljesen végből kapott kifejezést hirtelenjében. Tehát ő akkor megtanulta a kíséretet úgy, és gyakorlatilag tényleg úgy volt, hogy jó hangulatban éltük le az életünket. Tehát folyamatosan a szakmai tudás csak-csak bővült, a hát repertoár nem különben, viszont mindig megtalálta azokat a tehetséges korosztályokat, illetve a korosztályokban azokat a gyermekeket, hát, akikkel aztán sikerre halmozott. Hát mi magunk felvételiztettük őket elsőbe. Tehát ez úgy volt, hogy a Kneifer Feri bácsi, mint az ének szakfelügyelő, meglátogatta az óvodákat, és akkoriban 3 énekzenei tagozatos iskola működött. Az egyik a központi, ami a Vasvári gimnáziumban volt, tehát az Eszti néninek az anyaiskolájában, tehát a tanítóképző mellett, meg utána csak gimnázium lett, mert ahogy mi kikerültünk a tanítóképzőből, már csak fiúosztályok voltak, és folyamatosan megszűnt Fejérváron a tanítóképzés. Na most gyakorlatilag a másik ének zenei tagozatos iskola visszatérve az a B2-téren működött, és a harmadik pedig a Május 1 téren. Na most idővel a B2-tért megszüntették, azt hiszem, hogy annak az volt az egy, csak hiszem, nem vagyok benne biztos, az egyik oka, hogy a Vasvári gimnázium oda került a vasútállomáshoz, és a B2-téri zenei a nagy zenei, tehát az Eszti néni féle zenei, azok nagyon közel kerültek egymáshoz, és ha már mentünk, akkor már csak a Mihályné osztályaiból megyünk a gyerekekkel, mert azért a sok-sok pedagógus szülő, meg a magát, hogy mondjam, értelmesnek tartó szülő, aki informálódik, hogy hova érdemes a gyerekét vinni, az Eszti néni karjai közé adta. Na, ugornunk kell az időben. 1992-ben nyugdíjba vonult, viszont soha nem hagyta abba a munkát, hiszen több mint 25 esztendeje, több mint negyed százada köszönhetjük meg önnek, hogy folyamatosan továbbra is gyámsága alatt van az énekzenetanítás, és a nagy kórus nem különben. Na most az az igazság, hogy én akkor még utána tanítottam, mint óraadó tanár a József Attila gimnáziumban és az Ibli gimnáziumban, és tulajdon, hogy én eldöntöttem, hogy nyugdíjba megyek, azt a Zibli gimnázium igazgatójának köszönhetem, mert ő azt mondta nekem, hogy nem azt mondtam, hogy ne taníts, hanem azt mondtam, hogy gondolj egy kicsit magadra is. Mert akkoriban volt egy olyan rendelet, hogy a nyugdíj mellett lehetett szabadon dolgozni, és akkor hát az embernek egy kicsit több jutott a pénztárcájába, mint amennyit a pedagógusi fizetés adott. Na, ekkor mentem én nyugdíjba végérvényesen, de tovább tanítottam az Ibli gimnáziumban is, és a Május 1 téren is. Mindaddig, amíg
hogy mondjam, a fiatal pedagógus gárda ki nem került, utánunk következő fiatal pedagógus gárda ki nem került, és hát ugye nyilvánvaló, hogy a Máris egy általános iskolába olyan fiatalokat szerződtetett az akkori igazgatónő, hogy az megfelelő legyen neki hosszú távra. Hát aztán a zenei tagozatot elvitték tőlünk a Máris egy térről a Kossuth iskolába. Ennek nem volt különösebb oka, illetve volt, de ezt majd most azt mondtuk, hogy csak a szépre emlékezünk. Úgyhogy elvitték a Máris egy térről a Kossuth iskolába, ahol egy barátnőm volt az énektanárnő, és nagyon derekassan dolgozott, és ma is működik még a Kossuth iskolának a zenei tagozata, hát úgy, ahogy megengedi ezt nekünk a miniszteri rendelet. Igen. Mert ugye azok tudjuk, hogy faragódnak ezek a dolgok lefelé. Nos, én azt hiszem, hogy sok-sok nemzedék nevében köszönöm szépen önnek, hogy itt volt és itt van köztünk, és továbbra is teszi a dolgát. Nem tudom, hogy miként búcsúzzam, hiszen nagyon is jól tudom, hogy jelenleg is aktív, és ezt jól látni és jó hallani, talán még inkább. Tehát leginkább azt köszönöm meg mindannyiunk nevében, hogy egy olyan generációt segített felnőni, akik tisztában vannak vele, hogy Kodály Zoltán országában lehet, hogy ma már közhely, de a zene valóban mindenki. És ez így van Fehérváron is. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, a vendégem pedig Hartyáni Mária, Fricsai Richárd díjas zenepedagógus volt. Maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok, további szép estét. Viszontlátásra.